Befel képezzetek! Nevesen, igen, befel képezzetek, megmondta máma! Hú! Bolygó! Megkövetkezik. Jaj! Szeretem! Én lovas cigányasszú vagyok. Ha meghalok, legalább lásom. Itt, Évi. Adnom aki, te 300 egyet. Ide gyere! Ne legyél bolond, ha nem voltál még eddig. Mindig állok a gyufában, mindig áll gyufában. Pipás! Nem a te gyufát mutat, az én gyufám mutat. Na, mit akarsz? Tessék! Maradjon te! Nem az én gyufám. Tele volt a gyufám. Így van. Gyújtsacsak! Arcsak! Gyújtsacsak! Ha látok, merre van az én szeretem, merre van gyar? Az öreg csaj. Szeretünk lenni. Ott, Ádám mellett. Ott lehet neki helye szeretője is. Nem? Arra mentünk. Igen. Jó van akkor. Ára hisz. Még észre csinálok. Legyen a kedvé. Na, mit csinálják? Merek csinálja balhéikat. A magyurka. Arra megyek fele. Jó van. Megyük vátyázva. Igen. De megtaláltam, látod. Biztos. Honnan bevitt a faluból, te is? Mi a fene? A kokkorél pobada, a Lajos. Bide? Születisnap. Kahmi? Ádámnak. A nagy Ádámnak? Vagy igen, a nagynak. Aki meghalt? Igen. Jaj, maga. Születisnap. Mint ha tennap született volna. Sokat alszok is, fiam! Igen. Ádám, szóvész! Na, gondolom. Máma 22 éve a kórházban voltunk mind a ketten, kisfiam. Mikor születtél? 23. Inkább akkor álltunk volna meg mind a ketten.
Jobb lett volna Ádám! Nem baj, Ádám, kisfia, majd valaki más is fog sírni, hogy így. Kérdezem maguktól. Ha az én fiamnak olyan számítása lett volna, hogy ne lakjon vele, és ne éljen vele, akkor elment volna érte, és feláldozta volna az életét érte. És ha nem szerette volna, és nem akarta kislányát vele együtt nevelni, mikor ava lát be az ajtóba, a konyha ajtóba, tovább nem is ment a fiam, nem is bírt ütni, mert már a konyha ajtóba lefuszultak. De a lány mindenféleképpen ragaszkodott hozzá. Külön háza volt, külön mindene volt. Úgy élt, mint egy nagysága. Hát ha most a haraggal ment volna el a fiam, amikor elment a vására. Hát korán reggel, Mikulás reggel, 4-5 óra között adott volna neki 16 000 fintot a kezébe? Ha ő tudta volna azt, hogy elmegy, hát akkor mire feladta volna oda neki a 15 000 fintot, és a haraggal váltak volna el egymástól? Akkor van igazság az égben. Jánoska! Ebben a kocsiban halt meg. Abban a kocsiban halt meg, János. De onnan is úgy levesz. Jó, van, akkor menj. Jánoska. Olyan úgy levesz. Kilométer itt vedd le. A hátsó ülésen volt. A kilométer itt vedd le. Minden, gyerekem. Ide hozzá egész. Minden. Akkor jó van. Kilométer itt benne? Igen. Igen. Egész ide van. És tisztán vér az ő vére. Ott jobb oldalon. Ahogy elment másodszor, mert beteg lett a kislány, ő is nagyon beteg. Épp hogy az ajtóba megállt a konyhajtóba, most kérdezem maguktól, hogy tudta volna behasigatni a főket, meg hogy tudta volna megverni őket, mikor az ajtóba a konyhajtóba leszünk. És akkor megfogták a gyereket, már halva tették majdnem a kocsit. Megállapították a kórházba, 15 perces halálra rögtön bejárt. Akkor hogy bírt verekedni? Még azután is, mikor már le volt szúrva, kapával 3-4-5-6-szor belevágták a fejébe. Ők már úgy várták a gyereket, és azért, hogy költözzön oda. Na most hogy költözzön oda a gyerek, mikor van neki 30 darab jószágja? Decemberben, egy nagy derékérő hóba. Hogy költözzön oda a gyerek, ahol a 30 darab, 40 darab jószágban? Hát ő erre volt irigy. Azt mondta az anyósa, nem kell neked jószág, fiam, add el. Azt mondja, mit csinálok a pénzzel, vegyek muzsikát? Mondta a gyerek. Hát én nem vagyok hozzászokva muzsikálni, még nem is tudok muzsikálni. Akkor mit csináljak a pénzzel, azt mondja? Hát a pénz elmegy két hónap alatt, azt mondja, ha akár mennyi van. Akkor már hogy veszem én vissza ezeket a jószágokat, és most már drágaság van, csak 100-150 ezerért, meg 200 ezerért lehet menni egy lovat. Hát én nem vigyázok arra, mint van, akkor hogy nevelem fel a kislányomat? De ők erre nem gondoltak, mert ők nekünk a zsebünkben 20 000 forint soha nem volt.
és ők nem tudták ezt. Kire jött az anyja hozzám, megvendégeltem őket. Azt mondta nekem, van néki még vejem, áldja meg az Isten a húsát. Ha mondom, áldja meg. Sőt, fész most, takarít nekem, mire haza migyek. Ha mondom, hát Ádámot nem arra neveltem, mondom, drágám. Én Ádámot embernek neveltem, és kupecnak. Hogy kupeckodjon. Én a hadgyerekemtől még nem értem, azt nem mondom, hogy elmosogasson. És hogy eltűrüljön, mondom, egy poharat, de még a cipőket sem pucolták, hanem én pucoltam ki, és én mostam a gyerekémről mind a hatról. Ezek nincsenek rászorulom, ezek fiú. Amíg lány, legyen lány, amíg fiú, legyen fiú. Hát én azért neveltem a gyerekémet, mondom, hogy mind életre valók, és menjenek a vásárba. Ne azt csinálják, hogy a sparrét náljanak, láttam én eleget a hadgyereknek. Ebben te ne foglalkozzál, és senki ebben nem foglalkozik. Megértették? Ebben senki nem foglalkozik. Ha azt akarod, hogy életben maradjak, akkor ezt fejezd be. Ebben ne szóljon bele senki. Jó? Ebben senki nem szól bele. Ebben senki nem szól bele. Ebben senki ne szóljon bele. Ne törődjetek meg! Hát észim minket, na? Szó! Na törődjön le! Szerintem mangi! Csállak! Stój! Csállak! Hol a másik lepet? Az ott munkat itt! Gyere, haladjon! Ne szóljon bele! Nió, hol van okos illan? Egy pillanat. Várjátok. Hogy mi van ide jó? Vigyázzatok! Helyes! Szallagot! Ez megy el! Állj egy picit picsuk a honom! Ide gyere a hátam mögé! Engedj csak engem ide! Engedj ide, fogjad! Lali, fog meg ezt a lóval! Ádám, én mi fogom! Sülve akarom a gyilkos! Sülve! Sülve akarom! Befejezni, narancs! Befejezni! Ez, aki hozzá nyúl, bajok lesznek! Ez, aki hozzá mer nyúlni! Ne legyél ilyen gyerek, ja. Mert ezt nem szeretem. Én nem érdekel engem, hogy te mit szeretnék, hogy sem. Azt szeretsz, amit akarsz. Én meg azt csinálok, amit akarok. Meg Lamás. Fiam, hagyjad, hogy hozzam haza azt a pici kislányt, mondom, engem illet az a kislány, nem a te ángyikádat. Mert ha jó van, lánytestvéred lett volna, mondom, ott hagytad volna a kislányt, mondom, kész. Hozd haza a kislányt, fiam. Hogy legyen az én kezem alatt. Anyám, értsd meg, hogy a csesztő nem vehetem a kislányt. Anyám, megyek, futok, hogy hozzak a lányomnak sok aranyat. És a vandaszomnak álmur a sutára, nagyszám, úgy de jó. Nem kell állak-e bárok, jel, úgy de. Csak sütöd neki lányom. Mondom, nem szégyeled magad, fiam, meg tudják az emberek, mondom, hogy te ezt csinálod, azt fogják mondani, hogy nem örültél a kislányodnak. Na mindegy, azt mondom, fiam, neki, hát jó van, mert neki nem mindegy volt, mert ő fiút szeretett. Azt mondtam neki, fiam, a tizedik fiú lesz, mint én nálam mondom, hogy a hatodik se lett lány. Na most, fiam, átérzed azt a fájdalmat, amit én éreztem, kisfiam. És azt a rossz létet mondom, hogy mikor te meglettél, ötödik voltál, és úgy vártalak, mint a jó Isten, mondom, amikor leszállt az égből a szegény emberek közt, hogy igazságot tegyen, hogy lány legyél. Most már átérzem, drága jó anyám, azt akkor átölelt, hogy szúr sírt a nyakamon. Blanka húgom. Akit? Mint nagyon imádom. Az a könyved lányom legyen meg sokáig. Nem sokáig legyen. Az, piros, másik aztát, amíg ennek. Édesapám! Picsis,
És Lajos kapu. Nem úgy. Mami. Rendesen. Kinek? Téged. Hát mondtam már, picis mámi. Magyarul. Magyarul kell mondani? Fejül is, mama. Másképp nem. Gyűl is, mámi. Nem állt tőlem kérdezt, hogy én adjak neked véleményt erről. Amit te érzel? Lakcím. Két egy házak. Déd nagyapám foglalkozása kupec volt, írd oda. Etanellába. Zsaferidi. Iskolájuk, diplomások volt. Na, írd oda. Írd oda nyugodtan. Mera. Sikerátszél azt, írd oda. Nem akarjuk. Apádnak, papódnak a szülei, diplomások volt. Írd oda. Öt ellenőr volt. Édesapám neve. Görge. Színe. Kádes jó románe, színe. Érdekesed volt. Édesapám Gerg vagy Cine, puharos, így te tudod. Elnevezett Ibolyának, mikor születtem. Mamám. Lassabban. Jó, lassabban, drágám. Na mondja. Úgy kígyósra járt a tatám. Még lassabban. Úgy kígyósra. Amikor te. Amikor nagyapáddal találkoztunk. A nagyapád és én. Az volt az első útunk, hogy Prestóba menjünk. Hány éves voltál? Én? Mikor? Hány éves voltál? Akkor. Akkor? 14. Nem. Ő hány éves volt? Úgy ismerkedtem meg a Lajossal, hogy neki új kígyósan nagynénye lakott. Én meg ott születtem kígyósan. 11-en voltunk testvérek, ők 8-an voltak. És neki a nagynénye ott lakott a mi utcánkban. Azt mondják, hogy van nekünk egy unokafiunk, unokánk. De megáldaná az Isten, azt mondja vele a kislányjal. Hát én még akkor figyelembe se vettem, a 14 éves kislány voltam, még azt se tudtam, hogy mi az, nem, mint most 6 éves gyerek, azt mondja, van szeretőm. Még akkor nem tudtuk, hogy mi ez. Na akkor elkezdett oda járni a nagynénihöz, és így megismerkedtünk azon köröztül, hogy új kígyósra járt, én meg jártam oda a nagynénihöz, az ő családjához, és így megismerkedtünk. 3 évig udvarolt. Mire 3 évre azt mondtam neki, mert akart szöktetni, mondom, nem szökök el veled. Nekem vannak szüleim, nekem vannak testvéreim, mint 11-en vagyunk testvérek, én nem tehetek azt, amit én akarok. Gyertek el szépen, kéressetek meg, ha hozzád adnak hozzá, hanem meg elszökök veled. Akkor már nincs ereje, mondom a szüleimnek, hogy azt mondják, hogy nem jöttél el megkéretni. Na fent a Jóisten gyönyörűen eljöttek a szülei, a testvérei, és jöttek. Na, pont édesapám nem volt oda haza. Csabán dolgozott. Azt mondja anyám, ho-ho, nekem még lányom nincs eladó. Ő még sír a kenyérért. Azt mondja akkor az én emberem, hogy hát Maris néni, ha nem adod szépen, ne elszöktetem. Te ezt nem bírod elszöktetni, én bízok a lányomba. De tényleg, hogy anyám csak bennem bízott. Na, akarnak engem kérdezni. Egybe elszaladtam. Eltűntem, mint a kámfor, hogy én velem ne beszélnek ilyesmiről. Jó van. Azt mondja a bátyám, az idősebbik bátyám, na azt mondja, ugorj a biciklire a másik bátyámnak, és hívd fel telefonon apámat, ott volt neki a műhelyben a telefon, hogy azonnal jöjjön haza a legközelebbi vonattal, akkor még nem voltak autók, mint most, hogy beültek volna a testvérem, és mentek volna értem. Mert lehet, hogy úgy akkor nyertes lettem volna, lett volna koszorom. Az telefonált, azt mondta apám, én nem akarom ancsozni, ha adna lányomat. Nem azért neveltem. Ha tik meg odaadjátok, rágjátok le a testvéretek húsát. Hát miért most ne úgy mondjam, hogy volt? Hát nem tudok hazudni, hiába. Nem akarok hazudni, de nem tudok. Akkor ezt megmondták anyámnak a testvéreim.
Akkor azt mondta anyám, ide többet azok a cigányok ne jönnek. Mit gondolt szegény anyám, hogy most már vele van simítva, jó van? Jönjük egy malac eladó, és elmennek a vevők, na nem baj, nem adtam el, lehízlalom, levágom. Na, jöttek megint másodszorra is kéretni, hát nem adjuk és nem adjuk, mert így van, meg amúgy van, meg nem az apja vagyunk, az apja nem egyezik bele, jó van. Elmentek. Rá 6 hónapra mondta, hogy na, mit fogadtál fel nekem? Hogyha nem adnak, azt mondja, akkor ezt. Na, gyere, menjünk. Szépen felültünk a vonatra, hazajöttek. És így lett 6 gyerek. Én vagyok, hogy kapám, meg pénz is van ottan. Áj, de jól is nekem. Bemegyek a kocsmába, mulatok magámnak. De nem bírok, megyek a kocsmába mulatni, mert nem adja nálam apám a pénz. Az az, aki megcsinált az a fenntipet, már meghalt, Gyulai volt az a fenntipet. Képviselzen a korábban ott vásárolt, azt ott csináltattam. Be volt egy kicsi szíva, apám. Be volt rúgva. Azért néz ki, már is így megijedtünk. A részed is piálta, hogy megálltad, nem bántalan, gyerek kislány. Na, félők az a szívat, csivaros is. Ez a... Ez a Na mondjam, ez az önök a testvérem, Kígyóson lakott. Ez a felesége, ez a húga, én vagyok itt. Ez anyukám, ez a nővérem. Itt a legöregebb bátyám. Emelsz pedig, Nanás Csalinkával, keresztapja. Itt megyünk én, meg Balla. Ballával. Én 25 éves koromban mentem férhez, és nem volt szerencsém. Itt akkor inkább így egyedül. Hát nem így volt, ahogy én akartam. Ő szeretett inni, én pedig dolgozni, hát nem lehetett így. Én otthon, én pedig dolgozom. Ez a vonat nem megy tovább, gondoltam. Kettőbe vágjuk a kenyeret. Volt 2 lovunk, volt 1 üszünk. Ebből kezdtük az életünket. Elment az emberem dolgozni, már akkor 4 gyerek volt. Elment a gazdaságba, azt mondtam neki, egész nyáron ne szedje fel a pénzt. Őszre akarok venni jószágokat, mert külön mentünk, és listálót szeretnék, mondom, építetni, csináltatni. És akkor nem vettük fel. Ősszel, mikor elmentem a pénzért, Isten az atyámmal mondok, se mellé, se nem hazudok, se nem a színigazat mondom. 1 kötőpénzt hoztam haza, mert akkor még csak 100-asok voltak. Így állt a kötőmbe a pénz. Mondtam neki, ne szelős számold meg, mert mondtam, hogy csak nekem adja ide a pénzt. És nagyon finom ember volt, egész nyáron kapáltam 1 gyertbe. Az én emberem meg kín volt taratni, meg húzták le a szalmák, a taratás volt, meg az 1 gyelésnél, kapálásnál mindenütt ott voltam. És így kötőbe hoztam haza a pénzt. Akkor vettünk 2 lovat, vettünk 1 gumiskocsit, és vettünk 1 üszőt, meg még vagy 6 malacot. Avval kezdtük meg az életünket, elmentünk fuharozni Elekre, ide 6 kilométer, egy kis falu. Ott nagyon szegény emberek, ilyen települtek laktak. A fűfától vittünk naponta 2 fát, meg a tüzépről vittünk szenet. Minden nap kerestünk abba pénzbe 500 forintot. De még az 500 forintot se sose költöttem el, minden gyerekém napközisek voltak bölcsődébe, óvodába, volt az egész gyerekem, össze tudtam szedni a pénzt, annyira, hogy meg tudtam nekik építeni, mire iskolába mentek, nagyobbak lettek.
A fiam, amikor tanult tanítónak, abban a szobában volt, senki nem volt szabad, hogy oda bemenjen. Behúztam az ajtót, annyit tanult, amennyit ti akart. A másik fiam, amikor kezdett tanulni, az idősebbik fiam, akkor ezt a szoba ajtót csukta. Nanás, akkor kimentünk a nyári konyhába, hogy itt egy lépés ne legyen. Hát nagy iskolákat végeztek, nem bírtuk azt, hogy bejöjjek a többi apró gyerekikkel, hogy itt tolpégassanak, meg játszanak, hanem nyugodtan tanuljanak. Nyolcan élünk. Van Mariska, akkor van Erzsike, még Jóska, Gligor, Lajos, Sándor, akkor Bubi, ez a legkisebbi köcsém, a Bubi, az a szegény. De egy se áll így, mint én, még Jóska, még Lajos. Keservesen, így élünk, ahogy tudunk. Ez a két kezem után csináltam ezeket, amit csináltam. Senki más nem segített. Anyám nem adott semmit, mikor ide ebbe tanyába jöttem. Egy dunnával gyűjtem. A lábosom lukas volt, rongyot tettem, úgy főztem. Hát igen, ami járja. Kicsit könnyen észre járnak, mind a kettő kérem. Van nekem elegemünk, melegem is velük. Ez majdnem úgy van, mint egy nagylám kis angyalka. Annak volt uram, meghalt az uram egyik. Már 8 éve. Nem vagyunk, mint olyan csavargó cigányok. Azért mondom. Mert a csavargó cigányok milyenek? Ki? A csavargó? Hát azok mennek. Mennek. Ahol fogja az eső még az este, lefekszenek a bokrokba is. Nincs állandó olyanok, mint a nyulak. De akinek van számja, házszám, az mindig ember. Ember a talpán. És aki tart egy kis jószágot. Így van, ez kérem. Két egyházán ül a legöregebbik cigány. Sajnos már az egész öreg cigányok meghaltak. És ő volt itt, és tanácsi dolgozó volt. Ő bent dolgozott a tanácsnál. És bár akár mi történt a faluba a cigányokkal, neki arról keretett, hogy tudjon, ő összeszedte a cigányokat és békességet csinált köztük. Mert muszáj volt. És akkor ő persze, hogy hát mondták a tanácsnál, Faragó bácsi, senki nincs olyan megfelelő itt a faluba, csak maga, szeretnénk, hogy begyűjjön, hogy csináljunk egy papírt, hogy maga legyen itt a cigányvajda, és szedje össze a cigányokat, és egy kicsit szeretném azt, hogy rendre tanítsa őket. Na és az öreg ameddig bírt az erejéből. Nekünk is volt pont elég bajunk ezután a 3 év után, ezután a nagy tragédia után, hogy még annyi ereje legyen neki is, meg nekem is, meg a családomnak, hogy még másnak is békességet és szeretetet öntsünk beléjük, még ez nagyon nehéz, mert jó szó, tanácsot, bár akár kinek, bár akár milyen sötét embernek, beteg embernek, adhat az ember, de eszet egyáltalán, kalapáccsal beleverni a fejbe, azt nem lehet, hogy én elmondok neki valami értelmeset, és kérem, hogy légy szíves, viselkedj így, és ne legyél olyan közönségbe, tudjál illeszkedni. Egy picit normálisabban viselkedjél, ne idd le magadat, ne legyél disznó, ne legyél olyan, mint egy állat, hanem embermódra gondolkozzál, és viselkedjél. Ha én kiteszem a szívemet az asztalra, ezt úgy sem bírom létrehozni, hiába szeretném is akarnám, gyerekek. De például úgy is, hogy a vörösnek csinálhatja három pillanat, aztán vele görük is emlékünk. Te ebben mi vagy pekazetta? Nincs, mi veszem le fel? Éj, jaj! Sziató! Szeretnél! Sziató! Totálul. Valerovi. A
Simán összendugja. Ja, rapa. Mit tudom én valahogy? Csak rossz vissza gondolni. Külön voltak a pánik. Nagyi némik neveltek föl, főleg ő volt velem nagyon sokat. Rengeteget volt velem. Jártam vele a faluban, tapasztott, neszelt, mindig mellettem volt. Nagyon. Nem volt anyám, apám, de nem éreztem, hogy nincs. Nem ér, hát azt mondom, hogy nem éreztem, hogy nincsen. Mert nem volt hiányom semmiből se. Úgy járt, mint egy báron. Azért valami csak hiányzott, valami. Az a szülői szeretet, az a kényeztetés, az a szülőtől, amit egy gyerek kap, én azt nem tudtam megkapni. Hiába megadtak ők nekem bárakármit. Valami mégis hiányzott belőle. 11 éves koromban mentem iskolába. És akkor kezdtem a pályát. Más gyerek már elfelejtette az első osztályt, amikor én kezdtem. De annak is nagyon örülök, és nagyon jó esett, hogy anyám beadott, mert azért csak nem vagyok analfabéta, mert azért tudok, amit tudok. Ennek örülök, hogy azért beadott, mert ez tényleg rossz lett volna, hogy ilyen fiatal asszony is nem tud olvasni, írni. Sokat gyakoroltam, és tudok olvasni, írni. Simápen ott káncs, mangi már! Simápen ott káncs! Ne, Gizi nagyanyámtól tanultam meszelni, fejni, ő tanított meg erre. Az osztás és a szózástól azt tőle Marista tanultam, hogy hogy kell. Tapasztalni is tőle tanultam, nagyon sokat tapasztaltam. Együtt én dobáltam föl neki a sorot a házaknál, amikor te tapasztalt. Na jó, de hát én nem jártam veled a faluba, vele jártam, amikor kicsi voltam, 4-5 éves. És ő fönt voltam a tűzfalon, létrával, én meg dobáltam föl a gombozba neki a sorat. Csodálatos volt, mikor tapasztott kemencét, ilyen régi kemencét. És akkor abba be kellett, hogy menjen az ember, és én szinte féltem, amikor gyerek voltam, mert nekem ott kellett állni a lámpával, hogy ő világítson, mert ő nem látott. Akkor felakasztott, hogy csinált magának helyet oda egy viharlámpát, és én mindig kukucskáltam bent, hogy ő mit csinál. És akkor mondta, hogy adjak neki sarat, vagy vizet két, vagy valamit két, akkor én adtam neked. Vele csodálatos napjaim voltak mindig. Nekem és a bátyámnak is. Szenvedett is velünk szegény, itt sokat éjszakázott, mert nekem és a bátyának is mindig elindult az óra vérünk gyerekkorunkban. És hol engem tett le, hol a bátyámat, ő egész éjjel sokszor nem aludt, hanem fogott minket a kezébe, és úgy szundított, és én arra ébredtem föl, hogy hát te miért nem alszol? Hát azt mondja, aludjál nyugodtan kislányom, aludjál, hát ringoltott majdnem, mint egy picit gyereket, és már voltam 6-7 éves. Szóval aludjál, alszok én is mindjárt. És nem mondta nekem, mert tiszta vér volt a párna az óromtól, hogy hát neked elindult az órod, hogy nem mert megijeszteni. És na, hát róla csak jót lehet mondani. Sokat csavarodtunk, jártunk a moziba vele, nagyon szerette a mozit, csak ilyen jó kóbolyos filmeket szeretett, mert az, szóval nem, hogy értette ő, hanem a lovakat látta benne, meg úgy azt tudta értékelni. De más filmet nem tudott értékelni, mert ha valami, mit tudom én, valami bűnögi film volt, vagy valami, akkor ő fiatt tőle. Minden szerdán volt mozi, ilyen szerdán, csütörtök, meg vasárnap. Hát mi minden moziba elmentünk. Direkt sokszor elment a faluba, ez is egy nagyon jó volt vele. Mert sokszor voltunk 10 gyerekek. És hát szegény volt, mikor keresett 200 forintot, vagy mit tudom én mennyit keresett, tapasztott messze. És akkor úgy csinálta, hogy na, Iba, gyere, adok neked 2 forintot. De nem mondd meg Ballának vagy Cinének, ne. Akkor odahitt a Ballát, nem mondd meg Cinének, de az egésznek így körbe. És akkor kiszaladtunk az út, és akkor mondtuk, hogy nekem van mozira pénzem. Nekem is van, honnan? Ha Marista? Hát nekem is adott, akkor menjünk a moziba. Szóval, ez egy csigonájma vagy kristárszáj. Szaurika, hát rá várjunk, kocsúdok. Értem.
Nem kutya fasz az a széna, ne azt gondoljátok. Nem loptam én azt a szénát. A fenegye meg a beletétét. Tu jaj kecsi. Jaj kecsi. No. Vakarina kata ne buci. Ha. Kendra gendri. Tu jaj. Sina sa jata tu. Nem a hülyeségedet. Nem szégyeled el magadat? Nem ő ment oda! Ezek mennek mi? Úgy vannak nevelve! Na, gyere csodán, ide gyorsan! Csabi most nem menj be! Kicsi! Te azt mondják, ugor bele a kutba, beleugva? Ne! Átadni velük! Örültem, hogy feldobáltam! Hogy rendben legyen a kis takarmány, mégpedig mennek az úrják lé. Van, sok színen. Hát benne van a fi semmit két tehinek az árába. 100 000. A vágás, még a behordás, még minden. Nem lesz már. Ha? Vesz mi színen? Valaha veszik herit még. Úgy vagytok nevelve. Mindenbe belementik. Úgy csináltak ezek, mikor kicsik voltak. Ha még hazagyítem a munkából, felmásztak oda a háztetőn. Nem? De ha csak rosszat csináltam. Nem csináltatok rosszat? Akkor másztunk rosszat. Akkor láttam messziről, hogy itt hú vannak, mondom, most már halál lesz, eltörik a nyakuk vagy lábuk. Na aztán gyitem, megmondtam neki, egyszer többször nem csinálták még. És egyszer az a bátya. Ketten voltatok akkor? A másik tanyánál? Ketten, hát, te még Sándor. Mikor állított itt az, így az ajtónál? Hát ketten, késen, nagy késen. Szállottak a cirkuszba. Itt a cirkuszba dobálták a kés. Apám nem törődött velük, hogy mit csinálnak. Már hazagyűlik. Mondják nekem. Esznek, főztem nekik. Azt mondja, tudod, nagynénim, hogy dolgoztunk mink? Hogy mit csináltunk? Mit? Azt mondja, Sándor állított így az ajtónál, azt mondja, dobált. Mit csináltatok? Ezt? Elővettem akkor egy dorongot. Jó kis pálca volt. Mind a kettőt. Úgy megporoltam, hogy meg akkor vertem meg, soha többet nem vertem meg. Őtet is, még a bátyát is, Sándort. Többet nem csináltak. És ha véletlenül így a szívibe dobálta volna azt a nagy ölök is, hát nem halt volna meg, a börtönbe kerültem volna. Istenem, Istenem, de miért tudott így megverni? Már megvert, legalább vett volna. Nem jobb lenne? Jó, mert még a szemembe ez a bánat. Ja, ez. No, mit csináltuk? Melyet? Semmi más. Majd a vele a Jóska talagyom kérdezze. Szóval kis javakát. Majd jön ügyette. Most pakolsz vagy intézkedsz, nagyságos kisasszony? Hát most meddig akarsz itt maradni, Déli? Istenem, de meg. Thank you.
Látom, hogy tettél rá. Kész szavunk. Dinte is megtudjuk. Nem ezek! Hát nem ezek, Bogna, félreért! Na ugye nem értette, de nem ezek! A kilássa tény, vagy mi vagy? Mi vagyok? Mi? Na, és a tévében ott a tanyáma, mi ez? Jó, nem beszélj, fölveszik. Látod, mi a balut? Nem, még nincs itt a család. Még egy kicsit kell várni. Blankám, kislány, gyere ide. Gyere ide, kincsem. Gyere ide, kislány. Gyere csak kicsim, gyere csak életem. Ezért élek a kis unokám, mint csak, ma másik nem értem volna. Ezért élek csak, ezt nevelem. A Ádámnak, a fiamnak a kislányát, kicsi korától, pici korától, 2 hetes, 3 hetes, vagy 1 hónapos volt, azóta nevelem szépen. Betétkönyve van a kislányomnak. Add neki írék, mert ha nem lett volna kisre, már régen felakasztottam volna magamat. Nem bírom elviselni a drága fiamat. 2 házán, nem a 2 házán, a megyében nem volt ilyen gyerek, mint Ádám. Egy finom, egy korrekt, egy értelmes gyerek volt. Bárda, az csak itt a fenképít. Amit elveszítettem én, egy csavargó tönkretett örök világot. Az egész családomat tönkretette. Én nem úgy ültem, mint más cigányok. Mert ezt mondja az egész község. Még idegen szomszéd falukban ide, mint veszítettem el. Lássák, kérem. Milyen törvény van most? Akármit elkövet egy csavargó, nem intézik el. De majd elintézik. Apukád, igen, apukád, Ádám kislányom. Nekünk is van ilyen. Van kislányom, igen, neked apukád volt az, Ádám. Apukád. Kincsem. Nem tudok beszélni. Nem tudok sajnos, nem bírok beszélni. Leáll az agyam, tényleg. Ebből azért a kislány élek még. Pelenkáztam, amikor a kórházban volt, vagy a nagyanyja kórházban volt,
pici korában perenkáztam, vigyáztam rá, amit a hat fiamat nem csináltam meg, a kis unokámmal meg kellett csinálni. Mert a gyerekeknél nem adtam oda, mert nem adom oda senkinek egy fél órára. Jobban vigyázok rá, mint a két szememre. Megmondja az összes falu. Pelenkáztam, fülöztöttem minden nap, pelenkáztam, tisztába tettem, hogy ne pattogjon a kis feneke neki, mint kislánynak, mert egy kislány nem olyan, mint egy fiúgyermek, mert egy kislány kényesebb a kis feneke, mint egy fiúgyermeknek. Megkentem, fülöztöttem, mostam róla, takarítottam, tisztába járattam, bicikorába. Ez idének. A kislánynak ülés. Nem engedem el tőlem egy óra hosszáros a gyerekeknek, a fiaimnál se. Egy szerencsétlen elvett egy világi embernek az életét. Hát ez, én nem tudom, hogy mi vagyunk cigányok, el vagyunk maradva. Nem intézkedik senki utánunk. Hát én, hogyha látnám, levágnám a nyakát, nem bánnám, hogy akár mi legyek, mert én nagynénye vagyok. Levágnám vagy annak a kurvának. Elmentek így, hogy nem is tudunk róla semmit, hogy hol van. Olyan nincs, hogy nem tudnak róla. Van, aki járjon utána és rendezkedjen, hogy fogják le is, intézkedjenek róla, hogy tudjuk, legalább nyugodt volna a szívünk. Hó! Ezeket a lovakat ezt szeretett. A szendes azt mondta, hogy ne adjam el soha. Soha. Úgy kimondta apám, ezt soha ne add el. A másik? Hát az is. Az is még meg volt Mádám életében? Igen. De ezt nagyon szerette. Erre ebben van fennképe is. Tinder! Ebben fennképe is van. De hát nem úgy nézett ki, mint most. Nincs nekem kedvem már semmire, még hogy vigyázok rá, mint akkorában. Tudom, ki durvan, ki csattad, olyan szép volt. Nem a kellett, hogy csak így érte. Hajde, jó, hajde! Hande, ezt a megyi muroszát, hát csak kidőztem. Tényleg áldás! Uro, drágom, talán! A tenyész mének nem különbek muroszokat. Sumida válvicsodik. Ér nem csak kívánsága, áldítod ezt. Meg vagy elégedve, muroszok? Nem, nem vagy. Áldítod, szuntod, drágom, de muroszok. De murod rajon retké, de már murod rajon sérve. Jano. Sumida válvicsodik. Jönnek hozzá.
Bemegyünk be, jó? Mi? Szeretett Ádám tata? Igen. Jó, csimidet tata. Jó. Jó van. Nagyon okos. Okos van. Jaj! Ó! Jó. Ebben van a kis fényképén. Meg ebben az énben. Itt vannak a kis ruhájai. Marian szegény. Ez a kis fehér ingre vártam. Kivasalva, erre a farmér nadrágra vártam, mikor nem jött többet haza a gyerek. Ezek a kis ruhájai. Ez nem az. Ez a kis kabátja volt. Jaj! Ez is a kis öltönye volt, az a fehér ing az övé. Ilyen fehér ingeket szeretett nagyon. Itt vannak a kis fehér ingei. Kivasaltam neki, rendbe tettem, hogy tegyem oda fel neki. Hogy mire hazajön, kész legyen neki. Nekem minden gyerekem egyforma volt. Én egyformán szerettem, de egy kicsit azért mondjuk meg az igazat, hogy Ádám egy kicsit kivételes volt, csak ezt sosem nem tudták a gyerekei. Az már reggel 3 órakor fenn volt az istállóba. Az szerette a jószágját rendbe tartani, egy ilyen csomó volt a kezén, úgy is ment el a koporsóba. Gyulán, mikor bekerült a kórházba, azt mondták, hogy nem hiszik el, hogy nem sportolt. Hát persze sportolt, annyi ganét dobott, annyit pucolta a lovakat, hogy oda nem kellett ez igazi sport, hanem ott sportolta ki magát, 12 éves kora volt az istállóba. Mert azt mondta nekem, anyám, ne adjál tovább tanulni, mert nagyon rengeteget vesztek. Hát itt van, elvesztett az életet. Mondom, miért kisiam, mert eljöttek a papírjai, hogy menjen tovább tanulni, mert nagyon jó tanuló volt. Azt mondja, édesanyám, én nagyon sokat fogok veszteni, ha beadsz a gimnáziumba 4 év alatt. 4 év alatt nekem azt mondja, házam akarna, szeretném, hogy legyen, kocsim legyen, meg legalább azt mondja, hogy bírjak 300-400 ezer forinttal. Azt mondtam neki, kisfiam, ha nem akarsz tovább menni tanulni, tessék bemenni az istállóba, apádhoz is tanuljál, mondom akkor ott. Mert mindegy lett volna, ha tényleg egy szakközép iskolába adtam volna agronómusnak, vagy az apja keze alá. Mert az apja ugyanolyan tudományt, sőt, lehet, hogy nagyobb tudományt vert bele az édesapja, meg én, mint ha jártam volna szakközépiskolát is az egész. Kicsi korától kereskedőnek neveltem. Mikor 10 éves volt, sokszor ment az iskolába, mondták a tanárok, hogy miért hagyom nála annyi pénzt. Mondom, annak adjatok bármennyit, de 2 milliót is, mert az tudja azt, hogy a pénz mit jelent. Az nem olyan, mint más gyerek, az egy értelmes gyerek. Az olyan volt, mint egy 100 éves ember, egy megérett. Azt tudott, nem volt ilyen szélhámos, részeg és csavargó. Az egy kereskedő volt, kicsi korától. Sokszor Dittek Gyuláról a csomósok, a nagy fuvarosok kihívták az iskolából, az ott ízleteltek vele. Mondták a tanárinak, ez nem lesz úgyse tanár, ez nem olyannak született. Ebből lesz egy finom kereskedő. Az volt nem a sárga, a fehér. A fehér épület volt az iskolája. Jánoska! Tessék! Jánoska! A másik iskola, ott volt a felső tagozatja. Ez volt az alsó tagozatja. Az volt a felső iskolája. Az a nagy épület, az mi? Az ő ablakos.
De én arra gondoltam, amikor a fiamat temettük, hogy Istenem, nekem élni kell! Miért? Azért azt a pici kislányt bírjam felnevelni, mert tudom azt, hogy Ádám azért veszített el az életét a drága 20 éves gyermekem. Legalább akkor azt a pici kislányt becsüljem meg, és tudjam egy pár évig nevelnem, eddig szoba tiszta. És én érzem, hogy én ezért élek. Én más is semmiért nem élek, mert nekem semmiben nincs örömem. Itt van a gyönyörű 5 gyermekem, mert olyan szépek, olyan jók hozzám, hogy olyan gyerekeket nem lehet többet tanálni a földön. De olyant nem fogok tanálni soha, mint Ádám. Az már korán reggel ott volt nálam. Vert az ablakot, drága jó anyám, kev. Van pénz, van kis. Anyám, hagyok nálad 3 000-et, hagyok nálad 2 000-et, anyám. Ha nem volt pénz, anyám, adjál 20 000-et. Mentem azon, vettem a 20 000-et, mert adtam oda neki. 100-150 000-eket csináltak a 20 000 forintból. Sosem felejtem el, míg élek. Ádám volt az első, még majdnem ő volt az utolsó gyerek. Azt szerettem nagyon, mert édesanyám akarta nekem, én nem akartam Ádámot. Azt akartam, hogy kislány legyen, hogy Mári legyen, és mind a 6 fiú lett. Meg ez a fiam, akinek van a 4 gyerek. Az a 2, de mindet imádtam, mondom, de ezek nem volt a nap, hogy nálam 5-ször ne legyenek 6-szor. Ez a 2 gyerek. A többiek olyan kitanultak voltak, nagy iskolájuk volt. Azok úgy gondolták, hogy Istenem, elég egy hét egyszer megyek. De ez a 2 gyerek, olyan délelőtt nem volt, hogy én ne tudjak róluk. Olyan délután nem volt, hogy én ne tudjak róluk. Ezek elmentek a vásárba, ezen 3 fiam, mert a többiek, mondom, milyen tanultak. Azok addig nem mentek haza a feleségük asztalához, míg nálam nem jelentkeztek. Édesanyám, megjöttünk, most már ne bánkódjál, nyugodtan feküdjél le. Hát nem szép rokonyai vannak nekem? Az Ecskés. Lajos. Az a keresztfiam, Narancs. Lajosnak a fia. Az tanár. Jön nekik nyaralni nálam. Csak nem sokáig, az a baj. A fáját gyerekkel mégis nap dolgoztam. Mi volt a munka? Ott is, itt is, erre, arra, meg most, ami kicsi. Muszáj valamit csinálni. Hónap megint, hónap után megint, csak vasárnap pihenünk. Alszul, eszünk, lefeszünk viszont. Hét, de jó lesz. Valaki kell, hogy képviselje. Csak nekem. Én képviselek mindenkit. Mint anyukám, még apukám meghalt, és azóta képviselik mindenkit. Valakihez kell, hogy tartozzanak. Babám, Istenem. Igen, nagyon erélyesen fogtak még. Nem volt szabad sehol se. Már lement a nap, akkor otthon kellett lenni. Hazagyüttem munkából. Aztán vacsorázni kellett, de szórakozni nem volt szabad. Nem engedett. Na mondom, akkor jó anyám, illik a szoknyát veled. Mert szerettek. Mamar is nem így szerettek, mint engem. Nekem nem lehetett parancsolni, jó, de ment ahova akart. Engemet nem. Hát, első szerelem nem volt. Az nem volt. Nem volt kedvem erre. El voltam fáradva. Örültem, hogy pihentem. Nem nagyon járkáltam én. Még némelyik, hogy megy. Gyűn, megy csavarolni. Minek mentem volna? És
örültem is annak, hogy hát jó voltam. És a szüleim is. Ez a Jóska bátyám, őt szeretem legjobban. Szeretem én Lajost is. Mindnyájukat, ahányan van, a 5 fiú. De szeretem, de ezzel szoktam meg, mert együtt dolgoztunk. Mindenütt, ha megyünk, ketten megyünk magunknak. Elbeszéljük a szívinket egymásnak, a sorsunkat. Szintén könnyű. Ha így van itt a legközelebb. Ez a csúnya Tamás. Ez a feleség, a Gizike. Ez Megyini vagyok, még a Natasa. Ez a Jóska bátyám. Ez a Vendel. Ez Megyini a Cini, még én. Akkor gyászoltam apukámat. Szép gyerek volt Tamás. Még Gizike is. Ez volt a kedvenc unokánk. Mindenki ezt szerette. Kár merre mentünk, valamit mindig hoztunk. Lakokra szülelváta váltam a nagycsukaráta. Számukrát a bűzben vizet átért, vizsgáltamunk lán a bajon, sem a fátyám a ripény. Káhálom, hogy jó, látért, Udárma na okre, te urokra! Tyś mi na to Adam. Už ti ho ukradu. Jde k na to kde. Ne, 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 Nanáškám, a ty to del mu roprál. Jaj, nanáškám. Ulo! Garaula na náška. Čen? Kády čak to, kta sám čak to. Po tebe mám dekovat v rukám, kády. Čulám dekovat sa vojde, budu smungu, kako čak čo tebe ide. Murokal, katalaška mu sa náša vojde. Murokal, ne ide, kedy da se zbele ide, okej. Oh, 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 oh,
Mama sta bene. Jó. Mama esem. Tessék. Jó, te az. Ahogy nevelem, olyan lesz, mint az apja. Érzem azt, hogy olyan életre való lesz, olyan ügyes lesz, mint volt az apja. Akkor ez nagyon jó lesz. Tud magán segíteni, és nem fog szorulni senkire. És ezt kívánom az Istentől, hogy ez a pici lányomnak legalább jó legyen. És arra kértem a gyerekeket, a Betőt a 14 évet, egy évig hordjon fekete szallagot. A ruhája lehet piros, fehér, csak legalább a hajában hordjon egy évig fekete szallagot, hogy érezze azt, hogy ő is gyászolt az édesapját. Valamik este hazudt támomba, Ádám fiam. És azt mondta, anyám, nagyon szerettem a kislányomat, de jobban szeretném, ha az anyja kez alatt menne. Fiam, ne menj utána. És utána kiabáltam, és így leintett, mint mikor élt álmomba most valamelyik este. És azt mondta, édesanyám, megyek. Későm, ha jónak látod, mennyi. Elindult, mire megfordultam, a kislány már az autók közt szaladt Gyulán a piacon. És akkor elkiabáltam magamat, Ádám! Miért hagytad el a kislánynak? Miért engedted el a kezét? Ha jobban vigyáztak rá a testvéreid, mint te. Akkor rám nézett, azt így leintett, elment. Drága jó Isten, de nagy bajba kerültünk. Most maguknak jó kedve van, de nekem nincs annyira kedve. Elég várom, hogy jön a húgom is ide-haza. Úgy vagyok, mintha nem tudom is. Na, ha már itt van, akkor még jó kedve van valaki. Elég annyi bajom. Nézem. Na most azt egy kis bordókat is kiszabadultani. Jaj, mama megbolondulok. No, hagyjátok, már nekem kell, hogy hozzunk a teheneket, kiszabadult a kis biká, vagy a kis borgyó. A tértőbb időn, mint mondjátok, de... Egy más mellett van a kis biká, ott van is. Akkor a teheneket. Ajjaj, mamám, ugyanúgy.